Sziasztok, én Kenny vagyok! Sziasztok, én Devék, és ez nem más, mint a BeamNG The Parkour következő része. Nekiindulunk a pálya többi részének, és hát az legutóbbi rész alatt jó pár embertől megkaptam kommentbe, hogy csaló vagyok, mert a játékszabályok alapján játszottam. Csak arra nem gondolnak ezek, akik írták, hogy egy, Kodi ugyanezt megtehette volna, és akkor ugyanolyan epic előzés lett volna, és ugyanúgy összefossuk magunkat, és ugyanúgy epic moment. Pontosan ezért szerintem hozzáad a játékhoz az, hogy lögdöshetjük egymást, mert egyszerűen az elsőnek menekülnie kell, a másodiknak egy taktika lehet, hogy így előzzi meg, stb. Jaj, szóval úgyhogy ebben semmi olyan nincs. Másrésztről arra se gondolnak, hogy miért nincs olyan szabály, hogy ne lökjük le egymást, azért, mert ilyen szűk pályán, az az egyik, a másik meg az, hogy ilyen szűk pályán nem tudod nem meglökni a másikat. Igen. És hogyha meg véletlen meglököd, akkor meg mi van? Nem is véletlen lökte meg, hanem direkt csak úgy tett, mintha véletlen lett volna. Meg kinek van igaz, az már megint rossz. De akkor döntsük el egyszer is mindenkorra. Lehet lökni, vagy nem lehet lökni? Mint eddig lehet. Lehet lökni. Szóval de akkor ne Feri, változtassunk rajta. Amikor csak lehetne lehetőséged, úgy lökjél le engem, hogy sírva álljak fel innen. Le se szállod és, a gázba. És három cukorkát kelljen enni, mert akkor ne legyen kegyelem. Jó. Mert akkor azzal csak ilyen felemás lesz a dolog. Jó. Szóval 15 Amen. Perces timer. Így van. Level 8, megyünk a konténerekre, go! Jó, menjél. Feri, már jó fej voltál. Ne csináld ezt velem. Jó. Ne haragudj. Csak a baj lesz. Bocs. Na, igen, de egyébként az is egy nagyon érdekes része a lelökésnek, hogy egy, aki lök, az kockáztat, mert összetörheti az autóját. Igen, kettő, mint most is lehetem. Leeshet vele együtt. Igen. Mert ugye hát lendület különbségre van szüksége, igen, ahhoz, igen. Hogy lelökd a másikat, szóval egyáltalán nem... Full gáz, Dávid! Rizikótlan, persze. Pont arra van most szükségem. Igen. Az, hogy ott annyira epic momentum volt arra, hogy lelökjélek, legalább annyira, mint most. Kicsit lökjél már vissza. Persze, mindjárt vonóhorgot is átrakom. Hát ez lekotlott. Se tiéd. Előre, se hátra. Akkor jó. Ezt hittem a tiéd. De, előre felment. Csak már nem tudtalak letolni. Hopp. De régen játszottunk már. Oké. Igen. Kifejezetten. De ez egyelőre még annyira nem tűnik halálosnak, csak ezek a hülye kanyarok olyan. Igen. Eléggé szíva. Jézusom, oké. Jó. A kanyarok lehetnek még szivatósabbak. Azt már látom. Mi történt? Semmi. Elkapkodtam. Ott az egy egyenesbe... Engem. Leestél? Jó. Kicsit túl izgultam a dolgot. Hol a vége ennek? Még nem nagyon láttam. Sajnos. Jaj. Le ne rakd a harmadik kereket? Vagy a negyediket? Júj! Óvatosan... Ott vagy már azon a részen? Persze. Jó kis törős részen. Uha, onnan már közel van a vége. Itt vagyok fölötted, hello, szia. Hello. Ott a vége. Nem szabad elizgulni. Nem. Végig csak egy cukorotét. Egy kövérpont. És hello, szia. Ájjaj, na most nem szabad leesni. Megyünk főfele. Mit szólsz hozzá? Légy színe. Ide láttam, hogy mi van ott. De szépen rád látok épp, innen. Hogy elférsz. Mi? Hát egy konténer az széles. De ez nem. Ja. Ez mini. Ez a szűk konténer család. Kimosták. Nagyon jó. Hopp. Hopp. Nagy ívet veszünk. Itt a legtetején ott fullgázza mennyi majd, az vicces. Itt még egy kanyar. Aha. Hát jó, igen. Akkor nem megyünk ott fullgázza. Kösz, Feri. Nincs mi. Majd rájössz. Na, csak följutottam. 10 perc alatt. És nagyon jó. Júj, de meg van döntve, júj. Ez tényleg nagyon szűkös. Igen. Nem tetszik. Jaj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 
checkpoint. Mi ez is veled? Gondolkodás. Ott nem sokat kell, ott nyomni folyamatosan. Mert ott de, ott... és bele kell, rá kell ugratni? Hát most vagy megfogadod a tanácsomat, vagy nem. Hát igen. Ó, de jó, itt megyünk jobbra-balra.
Hát olyan, mintha nem is az autóba ülnék, olyan hangja. Ja van, azt a rohadt pont átugrattam. What? Felmegy ez, amúgy. Nem oh, a ugratgatni kell. Úristen, látom. Innen alulról szerintem még veszélyesebbnek tűnik, mint föntről. Innen mondjuk annyira nem vészes, de... És négy ugrató van. Négy ugrató? Igen. Szóval nem, yes! Nem kéne ez. Á, nem mindegy, milyen gyorsan mész el! Szondod! Hogy anyám! Ja, tényleg jut eszembe még egy helyesbítés. A négy kerékkel a platformra érkezni, az egyfajta ilyen költői megfogalmazás. Tehát, hogyha fejjel érkezel rá, de ja, tisztán persze, láthatóan az... rajta igen. Van minden négy kereket, csak nem mert égnek áll, az számít. Szóval. Igen, igen, igen. De ezt szerintem elmondtuk. De ez szerintem is, de... Disztázzuk még egyszer, csak hogy... Vagy ha mondjuk az oldaladon vagy, akkor is... Igen, tehát... Akkor is négy kerékkel vagy a földön. A vonalba legyél benne, igen. Úgymond. Legyél fönn a platformon, ja. Teljesen. De hogy ugrassak olyan picit és mégis nagyot? Hát... Ez ellentmondás. Az baj, hogy itt nagyon megvisz a lendület, és utána nagyon kicsi a féktáv. Igen, ráadásul tehát... olyan törés van itt előtte a konténerben. Mibe akadtam júi, bele? Nagyon jó. De felakadtam semmibe. Itt van valami textúra bug. Jól lejöttem. Nem. Defektet kapott a gumi front left. És megerültem, hogy de most ez mi? Hát az előbb itt már átmentem. Csoró. Hopp. Na. Leszakadt a kipufogó, azt olyan hangjelet, mint valami chopper lenne. Versenyautó. Jó. Akkor lehet, hogy kipufogóval volt valami baj. Csavar lelógott, hogy valami az... Let's go! Ott neked egyből sikerült, én harmadjára próbáltam, mert... Melyiket? Az elsőt? Ja nem, azt hittem a harmadiknál. Dehogy is. Ahol kicsi a féktáv. Ha most még itt... először a másodiknál, hogy... Ez is ugratós, de ez vékonyabb! Is! Azt még valamit esetleg. Jó, nem kell nagyot ugratni. Hála jó égnek, de... Aha. Azt nem tudom, hogy itt az ugratók hasonlóak mindig, vagy... Aha, eléggé hasonlónak tűnnek. Jaj, az igen, a ugyanazok. Csak az egyiknek kisebb a féktáv. Aha. És az ABS hiánya még mindig. Még elmehetek, van benne ABS, valaki azt írta, csak valami régi fajta ABS, ami még máshogy működik és nem annyira pontos. Aha. Valamint Rayman egy villog. Kommentből. Villog? Most, aha. Oh. Oké, okay. Értettőd. Szevasz, Feri! Hiányoztam, gondolom. Igen. Na. Itt ha most rád esnék, amikor ide érsz, akkor milyen szinten cancel-ölnének engem a komment szekcióban. Nagyon, még én is. Van nem merem megcsinálni. Hú, valami megint leszakadt. Hol van? Jaj ne! Húzzal magad után mindent. Persze, még legyen bedöntve minden. Ez nagyon szar. Igen. Nem, elfelak! Jó! Oké, akkor előre. Jó! Kicsit közben csúszik oldalra, ami annyira nem tetszik, de... Csá, Feri! Megpróbálom! No. Hát nem rád ugrani. Ja, azért hittem. Haladni akarok én is. Fé, az is egyfajta haladás, én nem haladok. Igen. Jaj! Na, ott volt nekem is baj. Hát, ez nagyszerű, érted? És leesik a hülye hátulja. De az a baj, itt sehogy nem lehetne úgy ideugratni, hogy fönn maradjak. Érted? Aha. Mindjárt eltöröm a izét. Kardántengelyt, annyiszor kapcsolom le föl az izét, az összkereket, de... Na, félig megvan. Hát nem, leesett. Nice. Na jó van, mire ezt megcsináltam, addigra pont odaértem volna hozzád. Bár te se haladsz, szóval... Nem mondom, hogy nagyon haladnék, igen. Igen. Hát, hogy... Igen, jobb, ha újra kezded, Dávid. Nem akarom! De... Akard.
Jó! Hát de ezt nem hiszem. Jó! Na! Oké. Okay. Hát te kerültél oda? Jó kérdés. Ki fog rajtunk egy ilyen fos? Nagyon jó! Csak szépen, óvatosan. Az íven múlik minden. Azon. Meg, megint leesek, hát ezt nem hiszem el. De itt ezt nem hiszem el, hogy ide mindig leesek, Dávid, így! És itt még van egy ilyen rész. Milyen? Ez nem jó. Úristen. És, ja, és ezt most gyorsan, lassan... Igen, még... Úgy... Terhelésváltás... És... Hello, szia! Megérkeztük. Uha. Mi ez a rally itt? Konténer rally. Uh-huh, az. Jó hangzik. Jó. Gyere, Feri, gyere! Jövő. Úgy is egy nehéz rész. Hú, mély vetted le a fedőt arról a hülye cukorról, érzem már szagát. Nem jó. Aha! Aha, milyen szolid kis törés van ott benne. Na, amúgy kiadja. De ezt nem hiszem el! Hát egyik kerék sincs lent. No! No! Itt lettem volna a legvégén! Basszus! Az jó. Ez nem egy nehéz rész, csak hosszú. Jó, kis bedöntés. Hú, annyira az nem is kicsi az a bedöntés. Kis pihenő, megint egy döntés. Jaj, csak tapadjanak azok a nyári. De mindig ugyanúgy esek le. Érted? Nem akarok nagyon elszaladni, Feri, gyere. Egy perced van. Egy perc? Jó. Végső lehet menni ezen, nem hogy... Micsoda kettő. Ugratás. Az igen, az igen. Hát ilyen nincs. Sajnálom. Szerintem engedjük el, jó? Te nyertél. Jó. Oké, okay, legyen úgy. Egy pont ide, jöhet a következő szakasz. Igen. Mehetünk? Mehet. Let's go. Nem jó, előre nézek, az az egyetlen probléma. Húha, van benne kis zigzag. Cikcak. Igen. Van. Hát figyelj, szép óvatosan kell. Fel ne akadj. Igen. Csá, Feri! Na-na. Hát ez így most nagyon jó. Jól van. Nem sokat löktem rajtad. Nem. Egy jó, jól időzített kézifék egyébként még akár javítani. Sajt, az melyik? Hát ez a kameraváltás, basszus. Ja, megvan. Oké. Okay. Nem túl bonyolult, ahogy látom. Nem, csak szép óvatosan végig kell menni. Jön a part 2. Igen. Júj! Aha. Még nagyobb szakadékokkal. Nem akarok te akadni. Te itt vagy ilyen közel? Igen. Jaj! Ó, jön a track park űr. Jaj! Vagy mi? Mi van? Ne. Ú, Dávid, ez valami csúszdás. Track park űr. Nem majd ezért Hot Wheels-es pályához hasonlít? Ja, de lehet. Jaj, ez szűk. Jaj. Hát. Nem tudok túljutni az elsőn. Mi van? Nem tudom. De akkor ez nem is lesz túl nehéz, nem? Mi? Mármint, hogy szerintem ez? Az utolsó. Persze, külső ívre dőljön. A Feri csak bal, át kell ülni. Ja, jobból. Hát akkor... Hát, nincs hova ülni, ülj ki az ablakon. Nincs. Te ez végig meg van döntve, az anyámot. Hát vízben voltak ilyen gravitáció módosítók, hát itt nincs. Itt nincs. Itt az a gravitáció módosító, hogyha izész az autóba, bedőlsz. Na igen. Akkor... Hú, nagyon jó. Azt a rohadt. Hát na, itt ne siessé, Dávid. Ne. Nagyon jó. És meg vagyunk! Jövök, Feri! Jézus Mária! Ne nézz ahhoz képest, hogy itt milyen széles! Igen!
Jó, okay. Itt a vége, itt a vége. Figyelj, ne, én nem estem le. Itt elsőre? Jöttem, persze. Tűha. Na, jön a narancs. Ebben van hurok. Ez kifelé döntös, ez hogy lehetséges? Úgyhogy jó, gyorsan mész. Ja? Aha. Csak ó, mondom. Látom a izédet, a gumicsíkodat. Az nagyon jó. És már nem, mint hogyha... Hát nem, egyébként, de azért látom. Aha, értem. Legalább biztos vagyok benne, hogy amerre megyek, az nagyjából stimmel. És megcsinálható. Júj. Aha, jó, megvan. Okay. Júj, mi ez a vége? Elszédülök. Jaj. Oké, szépen, óvatosan. Itt is összeszűkül elég szépen. Chef Harry. Mm-hmm. Hello. Te is még a narinál vagy? Persze, ott mész. Helyes. Ez milyen állat? Az szép. Aha. Egy szép állat. Jaj, érdekes furka ez. Jaj. Hogy kéne kiadnia? Hát... Jaj. Hát én is egyet, hogy úgy csúszik, mint egy szerencsétlen. Azt a rohadt életbe, de... Jaj, hogy borultam föl? Elnézést. Haladjál, én már ott voltam a végén. És ott van egy olyan szar rész, hogy igen. Azt élvezet lesz majd megcsinálni. Élvezet? Menjél csak szépen előre. Biztos van narancsos bimbazol egyébként. Na ez most jól jött ez a meglökés. Na menjél, Feri. Na most mi lesz? Na mindegy úgyis. Dudálni akartam. Micsoda ívek vannak benne. Nyomjad csak nyugodtan nagy gázzal. Júj. Júj. Elég a szűkülésből. Ez mi a hosszú még? Te még azóta mész? Aha. Mi ez most a... Most jöttem át azon a nagyon szar részen. Mi ez a... De itt úgy megdönt. Ez milyen varázslat? Nem tudom, de ott majdnem főborít itt a végén. Ott. Én ott estem le. De te így átjöttél. Hát az... Azt hát ez meg mi a tököm? Már itt is vagyok! Ó, Dávid! El lett méretezve, vagy mi ez? De nem is látom, az a baj, úgy süt a nap. Na, könyömjük neki! Ég, ez a citromsárga. Várjál, mert rúgok egy izét! Júj! Löki már egy picit. Hát, más nem tudok. Nagyon jó, köszönöm. Nagyon jó. Löklek én! Na most így megyünk a végéig, Feri. Oh. Vagy mi lesz? Hello. Oké. Okay. Köszi. Menj már föl. Jaj. Az ott mi? De most ez mi? Oké. Okay. Csak óvatosan. Ne. Ezt nem hiszem el, ne. Dávid. De miért? Jó! Érted, viszketett a fülem. És elcsesztem. Mi most viszketsz? Ó, látunk. Jaj, mi? Hát te hogy mész ilyen gyorsan? Húztál magaddal. Valahogy beléd bagoltam. Jaj! Eredj már! Kicsit túllőttem a célon. Gyerünk már, Feri. Ó, hogy ez a... Hát itt még nem jutottam túl. Ide állandóan feljövök. Lök már meg. Kösz. Baszki. Másodjára segítettél már nekem. Ezzel a meglökéssel. Örülök. Én mindent beleadtam abba a lökésbe. Ott fontos a tempó. Én nyom neki százzal. Gondolom. Azt kéne tudni, hogy hol estél le, hogy hol figyeljek. Aha. Jó kérdés. Jaj! De most nekem nem sikerül, érted? Az a hülye rész. Átadt a dráma az átkot. Nem baj. De? Jaj, ott megyünk majd lefele. Júj! Hát egyszer felmész.
Gyönyörű. Az. Jó, ott a vége, Dávid. Ne! Miért? Azt a rohadt. Hogy lehet valamennyire szűk, mennyire a vége? Mert szerintem ez az utolsó izé. Jó! Jó! Nem merek oda nézni, mert itt is baj van. Édesanyám, mi az ott? Anyád, milyen kanyarok? Jaj, főfele hullámzik. Ne, miért sietsz? Júj, én. Ne siess már. Nem sietek. Én. Jó, ott van, jó! Megvan! Let's go! 5.45, Dávid. Mi? Igen. Gyere, jön a lime. Nagyon jó. A citrom után. Mit szólsz? Lassan összerakjuk a limonádét. Jó kis mojító lesz ebből? De hát már följöttünk a tetejére, megill le. Nincsenek ilyen kanyarok. Mi ez? Jaj, ne dobja ki a seggét! Jaj, jó. Jaj, itt kell a lendület, Móni! Úristen! És ez milyen hosszú? Csacsó, úristen! Nagy fék, gyere! Gyere, az ABS-szel, csak óvatosba! Jó, ívet megadjuk neki! Ahaj, nem hiába van ez a rágyorsító? Érkezik a sárgának az utolsó része. Jaj, de itt meg fékezni kő! Te már olyan mélyre süllyedtél. Persze, de már jövök vissza, Dávid. És ott is van. Jöhet a lájmocska. Nem szeretnél leesni mondjuk, és akkor... Én nem. Ez vicces lenne. Nagyon. Very vicces. Hűha. Van baj. Erre is. Jaj. Érdekesek a döntései, igen. Igen, elég szar döntés. Nem így döntöttem volna. Jó. A vége! Hát ez nagyon szar. Kellemetlen. A down vékunka. Ez nem jó. De most én nagyon chillbe gurul. Jaj! Ezt nem hiszem el. Édes Istenem, jó döntés. Azt se hiszem, hogy átmentél. Én sem. Meg leestem. Júj. Mi ez? Nyomd a gáz, Dávid! Nyomom, de... Ne szállj le róla! Felborult. Az a jó. Felborult, fejlő. Az a jó. Az még nem is a nehezebbik része, Dávid. Tényleg? Még ott lesz utána még egy, ahol én estem le. Az nagyszerű. Igen. De. Most ez itt miért nem akar sikerülni? Ezt nem értem. 50 másodperc. Olyasmi. Van baj. Olyan, próbáld megtrükkezni? Aha. Figyelj, jössz te még erre. Menjük még a te utcádba. Ennek próbálok fölmenni, de hát ez hülye. Mindjárt legodlik a motor. Ó, te ennyire középen vagy, na, hülye! Na, ugyanígy jártam én is, hogy folyamatosan leborul az autó. Jaj. Jó van. Ott rontottam el elsőnek is, hogy így beborult, és akkor mondta ki, ez Ripperino. Kinek jobb a tempója? Ez itt a kérdés. Igen. Keresztbe állt. Ez lehet, hogy baj. Mert lendületbe kéne... Ah! Lennem! Most akartam én visszatolatni, hogy lendületet vagyok, Dávid. Azt hiszem, még odébb vagy. Hát én meg én is azt tudom, hogy odébb vagy. A fiel ökhárítodat bekapta ez a fos. És még fel is ültem. Én szép lassan felgurultam, nem? Hogy vagy? Itt leszünk estig. Csak akkor kikappon. What? Hogy? Ja, mondjuk már az volt a vége, tehát... Le kellett lassulni. Hát... Le kellett lassulni, ne legyen nagy a lendület, hogy ne borulj túl. Oké, vannak itt még szépségeket, akkor jöhet a 10 perces mindent eldöntő? Igen, egy-egy eddig. Oké. Gyere, Dávid. Itt is vagyok. Menjünk csúszdázni. Mehetünk.
Jaj! Let's go! Félre nyomtam a gázpedált. Én most fékezek. Nem. Hát az ide. Jaj, jössz meg a lejtős! Júj, de lejtős! Feri, vigyázz! Jaj, de nekem meg elveszett a tempóm így. Így van. Jaj, sok volt! Hogy itt látok a fék csíkot, vagy mi az... Így szembe egyenesen előre. De jó, hogy a levegőbe spavnolok, és már széttörök, mire leérkezik. Nem tudom. Na, végre túljutottam. Az is valami. Kettőnk közül valaki. Jaj, de finom vagy, hogy egyelek meg. Ott a fecó. Van még igen. Ott, van jó. Még ott. Jó, látod, nézd milyen szép kanyar. Szépen megdöntötte a mester. Innen ez. Azt a rohadt. Hát egy csúszda parkba azért kellenek csúszdák. Jó, de na de külső ívre ilyet rakni. Hagyj repüljön a gyerek. Hagyj repüljön. Hát ilyen hegymenetbe izé szoktak menni. Ilyen autóbemutatón, ilyen terepjárós. Izéken. Lehet, most autóban mutatom vagyunk, pont. Az. Ó, Feri, hello! Mi lenne, ha átúrú belég vágódnának? Hát figyelj, gyere nyugodtan, amilyen gyorsan csak tudsz, jó? Jövök. Nyomd a gázt. Jó, te így jössz. Hát én nem mertem rányomni a gázra. A második helyen kevesebbet tudsz veszíteni, Feri. Ennek ez a varázsa. Jogos. Ó, mondjuk ott a checkpoint, szóval így már egyből többet. Gyere, négy hurok. Mi? Milyen négy, utána még ja, van utána három. Még három. Ráadás. Ne haragudj. És még közben van egy döntött kanyar is. Oké. Okay. Persze. Hát a rollercoasterben nem építettem ilyen hurkokat. Melyik ilyen a kameraváltás? Mit csinál? Melyik a kameraváltás? Szeretném. Ez egy nagyszerű kérdés. A múltkor megnyomtam, de most nem szeretnék. Én meg most nem akarom végignyomkodni a gombokat. Én se. Jaj, basszus! Nehogy már én ezen átmentem. A részen. Az meg is érdemli ez a szutyok. Aha, megtaláltam. Jó, B. Az lesz az. Ez az a baj, hogy ezt nem lehet más, hogy már minden érdemes. Hát, ja. Ez mosorházatőből kell. Igen. Fé, volt már hurok. És az ettől nehezebb volt, szóval... Hát, ja. Még a parkour 2-n. Szóval ez adható. Miért robban föl mindjárt a blokk? Szeretném megkérdezni. Hát, mert megfordul a motor. Olaj egy csere volt valami? Ja, igaz. De még nekem nem. Júj. Az két kurok között keresztbe állni szerinted mennyire jó? Jaj, ne. Oké, jöhet a pink, Dávid. Jaj, ne. Jaj, itt pörögni fogunk. Körbe-körbe. Ez a bizonyos? Igen. Megyünk fölfele vissza. Utána lesz egy szép nagy... Úristen, odáig tart. Ez mik ezek a pici hurkok? Hát ez... Jaj! Nem volt meg a lendület, Feri, hogy... Ez elég szomorú, Dávid. A bánat! Mit keresett ott? Vagy... Elfogyott a lendület. Én nagyon remélem megy... az a pink az... Én... Itt csak körbe-körbe kell menni. Nagyon jó, esetleg cukorkát nem osztogatnak. Ó, nézd milyen... Úristen. Hú, nyomjad már, nyomjad már! Júj, meg fog állni, júj. Melyik a felező, H vagy az L? Há, ki tudja ezt, Feri, Google-ben meg tudod nézni. Ó, az L! De milyen lendület kell? Tökre azt hiszem, hogy lendületben vagyok, de közben... Megvárjál, akit? Itt fogsz elmenni, nézd. Hello, Feri! Szia! Kivágtam volna valami atombombát az ablakon, igen, azt kellett rám volna. Esel. Na jó, most nem vesszük vissza. Eddig, mióta nem jöttem felezőbe? Így az egy fokkal jobban hát, megy. Azzal kezdtem igazából a rész, szóval. Ja. Semmi probléma, Feri. Ez ilyen sokkal elnyújtottabb, az a baj vele. Igen. Jobban kell kanyarodni. De viszont kisebb. Nem lesz elég lezzet, Feri! De... Jó. Én ott belső nézőt be egyből végig jöttem pedig. Gyere, Dávid, csak egy 3 perc, mire elérsz idáig. Azóta le se estem. 6 kilométert mentél. Körülbelül. Hát de mi ez? Én nem tudom.
Ilyen hurkák után érde nyomni. Lehet esni amúgy, mert semmi izé nincs benne. Ja, akkor nyomom nekik ez. Semmi extra. De ugye bent tart az oldala, a szegély. Ja. Hogy mi ez. Látom, látom. Egy kis lélegzett vétel. Igen, de hova megyünk a holdra? Jó kérdés. Jaj, ki átfordult a, izé, az ív. Jaj. Jaj, jó, oké, ez tényleg fini volt. Jaj, akartam mondani, hogy nem nehéz, Dávid, de hát kezd az itt lenni. 10 perc az ember nehezül? Aha. Jó. Hát van itt egy kis lassabb, izé, menet. Aha. Mármint nekem lassabb, te újis végig szántod. A lendületet kell vinni, mert... Csak én nem szeretném újra kezdeni, mert én kiugrik inkább az ablakon, mint hogy ezt megcsinálom megint. Na, indulunk lefele. De hova? Igen. Hú, az nagyon megindult, te? Mindig tart? Igen, most vagyok a végén. Na de hova megyünk? Vagy mi történik? Nem merek oda nézni. Le ne essik, basszus. David, ez a... A céltáblába dob be. Mi? Ahogy nézem. Az nem a vége. Pályán. De, I guess... Né, ott van. És de miért gyorsan kell a kéne menni? Nem tudom, azt a rohadt! Úristen! Én nem nyomok gázt, csak... Aha. Nézd, finish. Én nem tudom, hogy ott... Nem találtad el. Szóval... Nézd! Szóval el kéne találni a célt. Na várjál, mi legyen a szabály? El kell találni a finisht, vagy el kell találni a táblának a kör alakú részét? Hát az jó lenne a finisht eltalálni. Tehát akkor a finish. A közepe. És most így 6 és fél perc megint mire följutok. Nem rakunk föntre egy checkpointot, csak úgy poénból. Mert egy idő után elgondolkodhatunk majd rajta, mert egyébként ez tényleg tökre időhúzás. Ez csak annyi, hogy jövő hétig fogok itt körözni. Húhú, 200! Jézusom! Ne! Dávid! És nem! Jó. Akkor most jöhetsz megint. Én is csak el a felvételt mind a ketten, hogy ha célfotó kéne. Ha három, tehát fejenként három próbálkozás után nem találjuk el, akkor fönt nyomunk a checkpointot. Jó. Ha nem is legtetején, de úgy a... mondjuk az utolsó kanyarba, de én ezt már harmadjára próbálom újra, akkor mi van? Vagy mostantól három? Nem. Három a... Vagy három... Ugratás a végén. Ugratás után, jó. Akkor tehát egyelőre egy-egy. Egy-egy, jó. És akinek előbb megvan a három, az már rakhatja oda a checkpointot, de a másik még nem. Meg gondolsz? Aha. Így fair? Jó. Igen. Oké, szóval a mindent eldöntő. Már nem, mintha amúgy lenne még pályarész, szóval... Hát ez az, hogy mindent igen. Eldöntő. Igen. Ez a vége. Let's go. Lendületből érkezünk. Azért legyen tapadás. És most parketta! Nem merek oda nézni az a kilométer órára. 2.13, hát ez nem sokkal gyorsabb, basszus. De ettől gyorsabb nem tudok lenni. Ennek meg kell lennie. És ha most én is beesek oda, akkor mi van? Akkor kapsz egy pacsit. Fasza. Akkor mind a ketten eszünk bogyót. Vagy senki nem eszik. Az nem jobb. Ez tőlem még viccesebb volt, hogy így... Tudod, mi volt a izé? Emlékszel a legelső Parkour epizódra, amikor elmagyaráztuk a Will Exile izéjét? Hogyha leválasztod az első hajtást, akkor a menet ellenállás, vagy hogy hívják, azt kisebb lesz és gyorsabb lesz, nagyobb lesz a végsebesség.
azért lecsatoltam az első hajtást is, meg az összkereket is, ja, és azért a... És csak hátsó volt? Csak a hátsó hajtott, ezért kisebb volt ugye az ellenállás magába a hajtás láncba, és azért gyorsabban tudtam menni. Akkor jó. Akkor jó. Ennek örülök. Jaj, basszus. Oké, hát... Dán. Hát ez very szomorú. Ez very szomorú. Jó, hát... Hát ennyi. Nem tudok mit tenni, Feri. De épp, hogy érted? Épp, hogy, de szerintem ettől jobban nem nagyon tudsz, basszus. Hát én is nyomtam, mint a állat. De ennyit számított akkor az, hogy... Ja. Amíg lehet az sem mindegy, hogy mikor kezded el nyomni a gázt. Meg én már felvezető résznél, nagyon mondjuk ki... Mondjuk én azt hittem, hogy le fogok ugratni a izéről. A dolgot. Ja. Ugye az se jó, mert akkor meg azért nincsen tapadásod. Igen. Bevágottán. Eléggé szépen. Hát akkor ez lett volna a Parkour 3, hát azt a... Hát megizzadtunk. Mennyi volt 3 rész ebből? Ja, talán jó volt, ugye. Hogy ez a felfelé mászós volt, kicsikét más, nem az előre menős, meg sok újdonság volt benne. Ja. Szóval... És akkor most megnézzük az elsőt. Mert... Szóval, igen. Mert az elsőt nem néztük. Hogyha szeretitek, srácok, akkor mindenképpen jelezzétek lájkkal, hogy nyomjuk-e az első Parkour-t is végig. Ha még izgalmas a számotokra. Ez volt a harmadik, ugye? A hármas pálya. Így van. Előbb az előző, meg a szóval kettes és az egyes kimaradt. Pergessünk egyet. Hát, nyugodtan adjad, David. Szép, vitamindús. Mm-hmm. Ó, Feri, ez kifejezetten jó is lehet. Ha a jót. Ha a jót. Eszem. De hát ezt ugye még nem tudjuk. Aha, szerintem ő lesz az. Kis rózsaszín. Hát figyelj, tök aranyosnak tűnik. Ha, rózsaszín foltokkal. Fel fogod ismerni, hogyha a finomat kapod. Fel fogod ismerni. Ez olyan, mint a rágó. A tutti frutti igazából. Az a hosszúkás rágó. Huba-buba. Nekem nem az ütött. Van ez a hosszúkás rózsaszín, ja, ami tekerve van rágó. Föl. Nem. Aha. Nem? A lapos. Kis lapos. Vagy téglalap. Az melyik? Nem tudom. Valami. De ja. Az ugrott be. Igen. Ja, az, szóval tutti frutti ízesítés, szóval ez szép, és nagyon több olyat nem is láttam benne szinte, szóval az egyetlen tutti fruttit behúztad. Jóféle! Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, srácok! Hogyha tetszett az epizód, akkor dobjatok rá egy lájkot. Így van, és iratkozzatok fel! Hogyha adlakozzatok a csapatba, sziasztok! Sziasztok!